Köszöntöm a Szumba nézőit! A Szolnok Televízió hír összefoglaló műsorában ezúttal is a hét legfontosabb eseményeiről számolunk be. A gyermeket nevelők adóvisszatérítéséhez szükséges nyilatkozatot november közepén már adatokkal feltöltve érhetjük el az ügyfélkapun keresztül. Az alkalmazottként dolgozó, családi pótlékot kapó adózóknak nem lesz teendőjük a nyilatkozattal. Minden más esetben az ügyfélkapun vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatán kérhetnek segítséget az adózók. Már elérhető a NAV online felületén a visszadó nyilatkozat a gyermeket nevelő magánszemélyek adó visszatérítéséhez. Ezt 2021. december 31-ig lehet benyújtani. Hogyha valaki kapja a családi pótlékot, ő jogosult rá, akkor ő nagy valószínűséggel az ő számára nincsen semmilyen teendő. Az ő házastársa vagy bejegyzett élettársa, amennyiben nem ő kapja a családi pótlékot, de jogosult lenne rá, akkor őneki nyilatkoznia kell, illetve a katás egyéni vállalkozónak is szükséges a nyilatkozat megtétele, hiszen őróla nem tudjuk az adatokat semmilyen forrásból, hogy akkor nem kell tenni semmit az adózónak, hogyha minden adat rendelkezésre áll az adóhivatalnál őróla. Amennyiben nincs ügyfélkapuja az adózónak, úgy segítséget kérhet a NAV-nál személyesen is. A nyilatkozat a NAV honlapjáról is kinyomtatható és papír alapon, postán beküldhető. Az idő azonban nem sürget. Érdemes egy picit várni, annak, akinek van ügyfélkapuja, november közepétől meg fog jelenni az ügyfélkapus felületen belépve a nyilatkozat alatt, azok az adatok meg fognak jelenni, amiket a NAV már tud az adózóról. Tehát ott egy ellenőrzési lehetőség megvan, hogyha ott valami hiányzik, vagy nem jó, nem az a bankszámlaszám, nem az a cím, amit az adózó várná a visszatérítést, akkor van teendő, akkor a nyilatkozatot ki kell tölteni és be kell küldeni. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján töltik fel adatokkal a nyilatkozatot. Az összeget majd a bevallási tervezetek előkészítésekor fogjuk látni. Tehát amikor összesíti az adóhivatal a tavalyi évben megszerzett jövedelmeket, és arról elkészíti a bevallási tervezetet, az összeg abban fog látszódni. De egyébként az összeg ellenőrizhető, tehát minden olyan összevont adózás alá tartozó jövedelem, amelyből adót vontak le a kifizetőhely, a munkáltató adót vont le, arról meg fogjuk kapni mi munkavállalók az úgynevezett M30-as igazolást. Ezen a levont adóelőleg értéke a fontos, hiszen ez jár vissza. A nyilatkozatot csak azoknak kell beküldeniük, akik jogosultak családi pótlékra, ezzel együtt pedig a visszatérítésre, de nem nekik folyósítja az államkincstár a családi pótlékot. Azoknak tehát, akik alkalmazottak és rendszeresen kapják a családi pótlékot, nincs teendőjük. Kötelező a maszk használat a tömegközlekedési eszközökön. November 1-én lépett életbe a szigorítás, melyet tapasztalataink szerint majd minden utas be is tart. Mindemellett látogatási tilalom van az egészségügyi intézményekben, és a munkáltatók dönthetik el, hogy kötelezővé teszik-e az oltást a munkavállalóiknál. Jönnek-mennek a buszok, a szolnoki buszmegállókban is folyamatosan várakoznak. November 1-től ezt már csak maszkban tehetik. A rendelet szerint ugyanis a tömegközlekedési eszközökön és a megállókban is kötelező a maszk. Szerintem jó. Jó. Azért, mert hát csak próbál az ember védekezni a vírusok ellen. Így védekezünk, és vigyázunk magunkra. Ennyi. Úgyhogy én örülök neki. Eddig is hordtam, volt, amikor föltettem, amikor sokan voltak a buszon, akkor fölraktam. Ha nem voltak sokan, akkor nem raktam föl, de örülök neki. Fontos, hogy az emberrel rajta legyen a maszk. Attól függetlenül, hogy három oltást én is fölvettem már, nagyon jó dolog, mert azért, ha valaki köhög vagy valami, tehát azért védi az embert jobban. A megkérdezettek mindegyike támogatja a maszk használatot. Kamerán kívül egy utas mondta, hogy nem hisz abban, hogy megvédeni a vírustól, de ő is használja, mert kötelező. Tapasztalataink szerint a legtöbben betartják a kötelező maszk használatot. Elsősorban a fiataloknál láttuk, hogy áll alá húzva várakoztak. Az utasok tapasztalatai változók. Én oltás után vagyok, nekem két oltásom megvan. Helyesnek tartom teljesen a maszk használatát, csak egy kifogásom van, hogy ezt ellenőrizni kellene. Autóbuszon is vannak, máma jöttünk a nejemmel pont a buszon reggel, idáig be minden nap jövünk. Nem nagyon ellenőrzik. Van, aki azt állja, lehúzza ide az állára, ide-oda, de helyesnek tartom. Azon a buszon, amelyiken én jöttem, mindenki használta a
a maszkot. Tehát én szerintem az emberek már még a rendelet megjelenése előtt is néhol használták. A november 1-én életbe lépett rendelet szerint a fővárosi mozikban és színházakban is kötelező a maszk. Az egészségügyi intézményekben országosan látogatási tilalmat vezettek be, és a munkáltatók dönthetik el, hogy kötelezővé teszik-e a munkahelyen az oltást vagy sem. Sokak szerint ezeket az intézkedéseket újabbak követik majd. Mondjuk még a boltok várható, hogy ott is, hát annak mondjuk azért, hogy annyira nem örülök, mert meleg van, beizzadunk, bepárásodik, szemüveget fölrakni, nem látunk, úgyhogy, hát de azt is elfogadjuk, hogyha úgy lesz. Én helyeselném azért, hogy újra az üzletekbe is, hogy ahogy tegyük fel ezt a maszkot. Vagy épp a vásárcsarnokban bent vagyunk. Mi itt is ugye az emberek a vásárcsarnokban egymás egyén hátan vannak. És ezt még helyeselném. Hát tulajdonképpen a fertőzés megelőzése érdekében tulajdonképpen mindenképpen az oltást javaslom. Az oltást és meg a maszkot is. Kötelezővé még nincs téve, de egyre több munkahelyen várják el a maszk használatot. Egyetemekre, pénzintézményekbe, kulturális intézményekbe, polgármesteri hivatalokba, főként a fővárosban, van, ahol már hetek óta csak maszkban lehet belépni. Vallomást tett a szolnoki törvényszéken D. Sándorné az ellene folyó büntetőperben. Broker Marcsi részben elismerte bűnösségét. A Kun Mediátor ügyben a megyei főügyészség 767 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt 10 évet meghaladó szabadságvesztést kért a vádlottra. Október 19-én az ügyészi vádbeszéddel folytatódott a Kun Mediátor ügy tárgyalása. A vádhatóság 10 évet meghaladó szabadságvesztés kiszabását kérte a vádlottra. A Broker Marcsiként ismertté vált D. Sándorné a mai tárgyalási napon vallomást tett. Bűnösségét beismeri-e? Igen, nem, részben. Vallomásában D. Sándorné egyebek mellett elmondta, hogy szégyenében szökött először Olaszországba, majd onnan Belize-be, ahonnan a magyar hatóságok 2016. decemberében hazahozták. Ezt követően majdnem 3 évig, 2019. szeptemberéig volt előzetes letartóztatásban, azóta lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A főügyészség álláspontja szerint a Broker Marcsi által vezetett cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. A per november 16-án a védőbeszéddel folytatódik. A vádhatóság 15 évet meghaladó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a törvényszéktől a 2018-as zagyvarékasi gyilkosság ügyében. A védelem viszont azt kérte, a bíróság mentse fel a vádlottat. A 3,5 évvel ezelőtti emberölés ügyében a hónap utolsó napján hoz ítéletet a szolnoki törvényszék. Vezetőszáron kísérték a tárgyalóterembe az agyvarékasi gyilkosság vádlottját. A vádirat szerint a büntetett előéletű kábítószerfüggő C. Tamás 2018. július 1-én több szúrással, illetve vágással kioltotta egy 82 esztendős özvegyasszony életét. Jól lehet, a gyilkos eszköz azóta sincs meg, az ügyészség szerint a közvetett és közvetlen bizonyítékok alátámasztják a vádlott bűnösségét. A törvényszéknek a középmértékből kell kiindulnia, jelen esetben a középmérték vádlottnál 15 év, hiszen 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a bűncselekmény. Indítványozom, hogy a szabadságvesztés mértékét a 15 év, tehát a középmértéket meghaladó mértékben szabja ki a tisztelt törvényszék. A védelem szerint a vádirat több pontban nem tényeken, hanem vélelmezéseken alapul. Ezért büntetést az kapjon, akinek a bűnössége teljes mértékben igazolódik be. Nem csak a megalapozott ítélet próbáját állja ki az a döntés, az én reményeim szerint és kérésem szerint, amit a törvényszék meghoz, hanem állja ki a legfontosabban, az igazság próbáján. Én azt kérem a tisztelt törvényszéktől amellett, hogy tisztemnél fogva nem is tehetek más, mentse föl a vádlottat a terhére ró bűncselekmény és annak törvényes következményei alól. Én nem vagyok gyilkos, ezt mondta az utolsó szójogán a vádlott. Dr. Nádor Zoltán bíró november 30-áig, az ítélet meghozataláig elnapolta a tárgyalást. Fókuszban a balesetmentes közlekedés 9 éve indult útjára a Látni és Látszani országos kampány. A kezdeményezéshez ezúttal is csatlakozott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Balesetmegelőzési Bizottság.
A rendőrség a járművezetőket Szolnok mellett Törökszent Miklóson is várja a kampányprogramjaival. A fényszórók megfelelő működését, az ablaktörlők állapotát, illetve a téli szélvédő mosó folyadék mennyiségét ellenőrizte ma a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság a Széchenyi lakótelep egyik benzinkútjánál. A látni és látszani kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a járművek téli felkészítésére. A kollégáim nagyon gyakran találkoznak olyan járművekkel, aminek mondjuk csak az egyik fényszórója ég. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek rendben legyenek, és még olyan lehetőséget is biztosítunk, hogy akinek esetleg még nem tette meg, annak feltöltjük a téli szélvédő mosófolyadéket, tehát magában az autóban. De nem csak a jármű fontos, a járművek felkészítése, hanem maga a személyek is. Az országos kezdeményezés részeként a jogosítványa a rendelkezők egy tesztet is kitölthetnek, ami a téli közlekedéshez kapcsolódik. Emellett díjmentesen egy látás élességvizsgálaton is részt vehetnek. A baleset megelőzési kampányokra, illetve rendezvényekre nagy szükség van, hiszen idén több balesetet regisztráltak, mint tavaly. Ezekben a szerencsétlenségekben több személy is életét vesztette. Nem vagyunk naívak, tudjuk, hogy nagyon sok embert nem érünk el, pedig ugye a Facebook oldalunkat, amit most már tényleg nagyon aktívan üzemeltetünk, a baleset megelőzés Szolnok megye oldalon, folyamatosan hívjuk fel a figyelmet az aktuális oldalakra. Nagyon sokan követnek bennünket, és nagyon sokan megfogadják a tanácsainkat, de még mindig nagyon sokszor előfordul, és látjuk, hogy nincs lecserélve a téli gumi, az, hogy tényleg nem jól működnek a lámpák, tehát a fényszórók nincsenek jól beállítva, elvakítják a szemközti járművezetőt, és amit a tesztlapokból már most leszűrtünk, hogy keverik a távolsági fényszórót és a ködlámpa használatának az eseteit. A látni és látszani kampány iránt érdeklődőket a kijelölt üzemanyagtöltő állomásokon december 10-éig kedden és péntekenként várják a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság szakemberei. 2020-ban a Covid megnehezítette a megyei katasztrófavédők mindennapjait is, ám átszervezésekkel és a vírusvédelmi szabályokkal minden kötelező feladatukat ellátták, tájékoztatta a megyei közgyűlés tagjait pénteken a megyei katasztrófavédelmi igazgató. 2020-ban a tűzesetek száma csökkent megyénkben, de az előző évekhez képest több műszaki mentésük volt a szakembereknek. Matuska Zoltán egyebek mellett a lakástüzek számáról és azok megelőzéséről is beszélt. Nagy kihívás elé állította a megye tűzoltóit is a Covid, kezdte a megyei közgyűlés tagjainak tartott tájékoztatóját Matuska Zoltán tűzoltó ezredes. A járványügyi szabályokat 2020-ban is sikerült betartaniuk. Ennek ellenére az ősszel érkező hullám nagy számban elérte az állományt. Egy összességében itt 2020 végére 73 fertőzöttünk volt. Ez önmagában nem sokat mond, de durván egy 300 fős készenléti létszámból azért ez már a százalék egy kicsit másképpen alakul. Átszervezésekkel sikerült minden feladatot ellátniuk, hangsúlyozta az igazgató. 2020-ban csökkent megyénkben a tűz- és szabadtéri tűzesetek száma. Ez köszönhető volt a megfelelő tájékoztatásnak és az önkormányzatokkal való együttműködésnek. Az önállítás lenne, hogyha nem vennénk figyelembe azt, azért 2020 év az időjárás is segítségünkre volt ezen a téren, tehát a tűzesetek tekintetében viszonylag sűrűn esőzött azon a nyáron, amikor a szabadtéri tüzeknek a szezonja van, és ezért ez is meglátszik ebben az 50%-os csökkenésben. A műszaki, ezen belül a viharkármentések száma nőtt 2020-ban. Előfordult, hogy egy órán belül 300-400 bejelentés is érkezett a tűzoltósághoz, folytatta az ezredes. Sajnálatos módon ugye lehet olvasni a katasztrófavédelem honlapján, hogy nem akar csökkenni a lakástüzeknek a száma, és nem akar csökkenni azoknak a sajnálatos eseteknek a száma, ahol meghalnak emberek. A tűzesetek megelőzésében a füst és szénmonoxid érzékelők beszerzése nagy segítség, mondta az igazgató, kinek beszámolóját elfogadta a közgyűlés. Megszavazták az alapítványok támogatásáról szóló előterjesztést is. Ehhez kapcsolódóan elhangzott, tavaly 20 millió forintot gyűjtött össze a megye a szeretett doboz kezdeményezésre. Én hasonlóképpen az elmúlt évihez kérem a közülés tagjait, hogy anyagi teherbíró képességeik és meggyőződésük szerint támogassák idén is a szeretett doboz akciót, és jó szívvel fogadunk minden olyan felajánlást, ami akár nem csak ennek a kezdeményezésnek kapcsán, bár hogy máshogy érkezik akár a megyei önkormányzaton keresztül azoknak a cínzetteknek, akikhez
az eljuttatást, azt meg fogjuk szervezni és segíteni fogjuk. Támogatták a képviselők a megyeháza épületén történt káresemények Viszmajor rendbetételét és a 29. megyebál előkészítését is. Máig töretlen a német tulajdonos bizalma a magyar munkavállalókban, a helyben elérhető lehetőségekben, hangsúlyozta a Klász Hungária ZRT német tulajdonosa Török Szent Miklóson a gyár fennállásának 25. évfordulója alkalmából. A 750 főt foglalkoztató kombájn vágóasztalokat, napraforgó és kukorica adaptereket gyártó üzemcsarnok gyártósoráról szeptemberben gördült le a 100. vágóasztal. A város és a térség meghatározó cégét 1997-ben az egykori Szolnoki Mezőgéperté megvásárlását követően alapította a német tulajdonos. A ma 14 hektáron elterülő gyárkomplexum a Klász csoport meghatározó gyártóbázisává nőtte ki magát, 750 dolgozónak nyújt megélhetést úgy, hogy közben a társadalmi szerepvállalásról sem feledkezik meg. 25 év, azt gondolom, hogy nem kevés idő. Minden településen nagyon fontos az olyan vállalkozás, aki túl azon, hogy munkaadó, túl azon, hogy adófizető, de szerepet vállal a helyi közösség életében. És ahogy a bevezetőben is elhangzott, igen, így van, a Klász Hungária Kft. Török Szent Miklós egyik, illetve nem egyik, hanem a legnagyobb munkáltatója, a legnagyobb munkaadója, és azt gondolom, hogy a legaktívabb társadalmi szerepvállalója, hiszen akár azokon a helyi sporttelepeken, amikben tevékenyen a társadalom, a TAU támogatásának a rendelkezésre bocsátásával részt vett, ő ugyanúgy a helyi sportszervezeteket, a civil szervezeteket, a helyi iparűzési adójának az 1% felajánlásával évről évre támogatja, és ezek a támogatások elengedhetetlenek ezeknek a civil szervezeteknek, ezeknek a sportegyesületeknek a működéséhez, akik szerves részét képezik Török Szent Miklós város kulturális, közösségi és sportéletének. 1999-ben a Török Szent Miklós városi önkormányzata a Klász Hungária Kft-vel és még a területen működő két másik gazdasági társasággal létrehozta azt az iparfejlesztési Kft-t, ami elindította a Török Szent Miklósi ipariparknak a megvalósulását. 2002-ben nyertes önkormányzati pályázatból tudta az akkori önkormányzati vezetés elindítani az ipari park infrastruktúrális fejlesztését, majd 10 évvel később egy ismételt nyertes pályázatból a mellettünk található ipari parknak, amelynek szerves része, sőt a legnagyobb gazdasági szereplője a Klász Hungária Kft. Teljes mértékben kiépítette és befejezte a vonalas infrastruktúrákat, és most már elmondható, hogy ez az ipari park, hála Istennek, szinte 100%-ban betelt, úgyhogy most az önkormányzatnak újabb irányban kell gondolkodni. A gondolataink megvannak, és az álmaink is megvannak, a vágyaink is megvannak. Ebben nyilvánvalóan partnerként számítunk a Klász Hungária Kft-re. A kombájn vágóasztalokat, napraforgó és kukorica adaptereket gyártó üzemcsarnok gyártósoráról szeptemberben gördült le a 100. vágóasztal. Az ünnepségen Nagy Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára hangsúlyozta, a kormány szándéka, hogy erősítse a kapcsolatot a német befektetőkkel. A Klász példája arra bizonyíték, hogy a gyártás mellett az innováció és a fejlesztés terén is megfelelő környezetet tud biztosítani Magyarország. Jelentős változások történtek Magyarország életében az elmúlt 20-25, inkább 30 évben, aminek az olyan vállalatok, mint a Klász tevékeny részesei voltak. Mire is gondolok változások alatt? Magyarország elérkezett 30 év alatt abban a stádiumban, abban a pozícióban, hogy egy erős, stabil gazdasági alapot tett le a magyar választópolgárok, magyar állampolgárok elé, olyan életkörülményeket, olyan élethelyzetet hoztunk létre közösen a kormányzat és a magánszféra szereplőivel, amiben egyre jobb élni, és mindenki megtalálja a számításait.
itt ezen a helyszínen is ezt láthatjuk. Ha jók az információm, akkor 750-800 főt foglalkoztató vállalat telepeiről van szó, és ha jók az információim, akkor ez egy olyan vállalat, amely kifejezetten elkötelezett a technológiai fejlesztések, a munkahelyek megőrzése és újabb munkahelyek teremtése iránt. Ez az a változás, ami Magyarország átesett az elmúlt időszakban. Attraktívvá vált, befogadóvá vált, és a magyar gazdaság biztosítja azt a környezetet a külföldi befektetők számára is, amelyben látják a jövőjüket, látják azt a fejlődési irányt, amit egyébként el tudnak képzelni. Nem véletlen az, hogy a járműipar után mezőgazdasági gépgyártás, mezőgazdasági gépek forgalmazása területén is ilyen jelentős vállalatokkal tudunk partneri viszonyt kialakítani, és nem véletlen az, hogy ilyen szép számban, ilyen széles körben összegyűltek a mai eseményre a vendégek. Elhangzott, hogy iskolák is meghívottak, elhangzott, hogy rengeteg mérnököt foglalkoztat a vállalat. Ez az az irány, amit szeretnénk követni, és szeretnénk kérni azoktól a vállalatoktól, akik Magyarországra hozzák a befektetéseiket. A Klász 1,3 milliárd forintnyi saját forrást fordított a cég Törökszentmiklósi gyáregységének fejlesztésére. Az ipar 4.0 irányelveit szem előtt tartó beruházás a termelékenység növelését szolgálja, miközben újabb 250 munkavállalónak biztosít állást, hangzott el a projekt zárónak is szánt jubileumi ünnepségen. 17 éve fogyott el a centi. 2004. november 3-án leszerelt az utolsó magyar sorkatona is. Az általános hadkötelezettség 136 éve után a hivatásos katonaság biztosítja Magyarország védelmét. 2004. október 25-én a nagy vidéki helyőrségekben, így a szolnoki Hild téren óriási centi hirdettek, közeleg a vég. Minden nap egy-egy politikus, közéleti személyiség vagy éppen egyenruhás katona vágott le egyet-egyet a megacentiből. Egy 1868-ban elfogadott törvény rendelkezett először az általános hadkötelezettségről. A sorkötelezettség 136 évig állt fenn Magyarországon. 1868-ban 21 éves kortól kezdődött a hadkötelezettség. A trianoni békeszerződés 1920-ban megszüntette a hadkötelezettséget, és 35 ezer főben maximálta az önkéntes haderő létszámát. 1939-ben azonban újra bevezették a sorkötelezettséget. Ekkor a második törvénycikk a honvédelmi kötelezettség fogalmat használta. A világégés utolsó évében a 900 ezer főt is meghaladta a magyar hadsereg létszáma. Az 1949-ben szovjet mintára bevezetett új alkotmány rendelkezett ismét a sorkötelezettségről. Az 50-es években 200 ezer fős hadsereget tartott fenn az ország, ekkor 3 éve volt a szolgálati idő. A 70-es években 2, a 80-as évektől már csak másfél évet kellett kibírni angyalbőrben. A 90-es évek elején a magyar néphadsereg, magyar honvédség létszáma 100 ezer főre csökkent. A szolgálati idő 2001-től fél évre zsugorodott. Az utolsó bevonulás 2004. május 11-én, 12-én volt, ekkor mindössze 2022-en szereltek fel. Ugyanebben az esztendőben, június 9-én a kormányzat döntött a sorkatonaság megszüntetéséről. Juhász Ferenc akkori honvédelmi miniszter nullában határozta meg a sorkatonaság létszámát. Így biztossá vált, hogy 2004. november 3-án az utolsó kényszer sorozott katona is hazamegy végleg szabadságra. 17 évvel ezelőtt ezen a napon a szolnoki alakulatoktól 110-en adták le fegyverüket, egyéb katonai felszereléseiket. Az országban összesen 1800 kis katona kapta meg ezen a napon a leszerelő civil levelet. Már elkezdték kitelepíteni a Hild téren a karácsonyi ajándékstandoknak helyet adó faházakat. Hétfőn pedig a Kossuth téri adventi falu mobilházait pakolják. Bár a járvány miatti korlátozó intézkedések lehetőségével is számolnak, a szervező sportcentrum arra készül, hogy mégis megtartható a két hagyományos programsor. Mindenképpen elkezdtük az építkezési munkálatokat, hiszen ennek az egész egy hónapos rendezvény sorozatnak azért elő kell készülni. Természetesen figyelembe vesszük minden nap az új jogszabályokat, és mindenképpen alkalmazkodunk is hozzá. Jelen pillanatban most a Hild térnek az előkészületi munkálatai folynak, a faházak telepítése, a Kossuth téren pedig a fényfüzéreknek a felrakása indult el.
Az árusokkal leszerződtek-e már, ők mire számítanak, azért ez egy bizonytalan helyzet. Pont a tegnapi nap folyamán volt egyeztetés külön területenként, tehát a Hiltérre és a Kossuth térre, figyelembe véve az ő igényüket is, és az ő vállalkozásukat is, azért tényleg nagyon át kell gondolnunk az egészet. Velük megállapodtunk, úgyhogy jövő héten már szerződéskötések lesznek, és természetesen ők is elfogadták azt, hogy bármilyen jogszabály van, azt ugyanúgy mindannyiunknak be kell tartani. Megvan az üteme az egésznek, holnapi nap folyamán folytatjuk a Hilteret, jövő hétfőn kezdjük a Kossuth teret, 17-e környékén tervezzük a fenyőfának a díszítését, és azt gondolom, hogy 23-ai határidővel mind a két területet be tudjuk fejezni, ezért 24-én, amennyiben van engedély rá, akkor 24-én nyithat mind a két terület. A Kossuth tér az önmagában évek óta maga a vendéglátásra épül és alapul. Mi szeretnénk, ha ebben az évben is maga a vendéglátás természetesen meg kell, hogy újuljon, és teljesen más termékekkel is előrukkoljanak a vállalkozók. Ott is van egy-két kézműves vásár, de az ott kevesebb, mint a Hiltéren. A Hiltéren pedig egy vegyesebb árukínálat van, tehát itt a méztől, a kürtös kalácstól, a ruházattól elkezdve szinte minden megtalálható lesz. Ahogy említettem, 24-én nyit mind a két terület egyszerre, és természetesen a Hiltér reggel 9-től 19 óráig lesz nyitva, a Kossuth tér pedig 14 órától, hétköznapokon 22 óráig, hétvégén pedig 23 óráig lesznek nyitva. Készülünk a Kossuth téren hétvégi programokkal is, és természetesen a gyertyagyújtások is meg lesznek tartva, illetve most tervezés alatt vannak, és terv alatt vannak még olyan programok, amik ilyen országjáró roadshow jellegűek, és azok is mind a Kossuth téren, ha lehet, és lesz rá engedély, akkor meg lesznek tartva. Tartjuk a kapcsolatot más városok szervezőivel is. Ugye mindannyian készülünk, mindannyian ABC tervvel is készülünk, akkor abból is kell készülnünk, hogy ha nem lesznek színpadi programék, és egy program nélküli szűkebb, egy tényleg meghittebb hangulattal kell készülnünk. Úgyhogy ez is most egy érdekes év, mint ahogy azt gondolom mindenkinek az volt, hogy mindenre kell készülnünk, és meglátjuk, hogy majd hogy fog alakulni. Ismét célba ért a segítség. Ez alkalommal egy tószegi családnak nyújtott támogató kezet a Szolnok Segít program. A kezdeményezés keretén belül egy légtisztító és páramentesítő berendezést ajánlottak fel. Az adomány egy 3 éves krónikus légúti megbetegedéssel küzdő kisfiú mindennapjait teszi majd könnyebbé. Ebben a dobozban érkezett a segítség. A felajánlás Bató Károly és felesége a Városháza udvarán vehették át. A készülék a krónikus bronhitiszben szenvedő, kisfiúk megfelelő fejlődéséhez elengedhetetlen. A kisgyermek csecsemőkora óta küzd a betegséggel. A mélylepénybe kezdődött, és ez műtés alá került Pesten, a Semmelweis klinikán igazából. Hát és most ezzel küzdünk, hogy minél jobb legyen neki, hogy gyógyuljon föl. Hát most már igazából annyival kibírtunk jönni, hogy egy asztmás funkciója van még neki, ami ugye elég zavaró. A házas pár a családsegítő szolgálat által talált a Szolnok Segít programra, mely évek óta támogatja a rászorulókat a térségben. Aki a szociális ellátórendszeren keresztül kapcsolatba kerül a Szolnok Segít programmal, meg tudja fogalmazni, milyen segítségre van szüksége. Mindig úgy vagyunk vele, hogy amikor bárkinek valamilyen segítségre van szüksége, az számára a 100%. Az ott akkor a minden, és nyilván a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni. A program működéséhez a szakemberek mellett nélkülözhetetlen az a vállalkozói kör, akik rendszeres támogatója kezdeményezést. Tsortis Evangelos már nem először segített. Mint fogalmazott, számára természetes, hogy segítsen azoknak, akiknek szüksége van a támogatásra. Az egy kombinált légtisztító és páratalanító, ideális olyan falusi vályóházak, ami nagyon magas a páratartalom, mert meg a PNSZ-ODS, ami jelképezi a PNSZ-ODS. Igazabb az a készülék automatikusan paratalanít, ez letisztítja a levegő, nem engedély, hogy újra képzeljön el a PNS-ben a szobahelyisége. Így változtatni meg az életkörülmények. Azok, akik szeretnének a segítők táborához csatlakozni, a 420-614-es telefonszámon a Humán Szolgáltató Központban jelezhetik.
Még idén kinyithat a Tünde cukrászda. A Szapári út meghatározó épületében mindent felújítottak. Padló és falfűtés, modern, innovatív megoldások és berendezések. A pincében vadonatúj sütőüzem. A megszokottól eltérő modern, friss üdekávézó nem csak a külcsínt tekintve, hanem a kínálatot tekintve is különleges lesz. Ilyen volt a Szapári út meghatározó épülete és a benne működő Tünde cukrászda. Hangulatos tonett székeivel, élőzenével, meghitt randevú sarkával. A város polgári múltjában egyet jelentett a hely a kimagasló minőséggel. A Szapári utca egyik szecessziós épülete, az egykori Kádár cukrászda helyén már az 1880-as években is egy cukrászda állt, melyet Kádár Kálmán vásárolt meg 1890-ben. Ma egészen másképp fogadja az arra sétálót. Az új bérlő modern, friss, innovatív megoldásokat álmodott. Ezek a tervek szerint új vonzerőt jelenthetnek Szolnok számára. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Tünde cukrászdának a felújítását ugye mi nyertük meg. Nagyon sok munka van benne, és nagyon bízom abba, hogy mivel ez egy kultikus hely Szolnokon, ez már volt a Kádár cukrászda, volt a Tünde cukrászda, és hogy most majd a Blackett kávézó lesz ennek a következő utódja, ami ugyanígy fennmarad, mint ez a két nagy név. A kávéház első körben 12 munkahelyet teremt. A pincében teljesen megújult minden, itt alakították ki a sütőüzemet. A cukrászok hamarosan a próbasütéseken és a receptúrák tökéletesítésén dolgoznak. Eközben pedig gőzerővel zajlik a munka. Új a fűtésrendszer, a vízrendszer, a villanyrendszer, falfűtés van, padlófűtés van, próbáltunk nagyon innovatív dolgokkal is együtt dolgozni, az egész gépesítés minden, ugye vadonat új, úgyhogy minden, tényleg minden. A homlokzat is ugye megújult, az arculatunk is megújult. Kávéháznak indulnak saját cukrászattal, de a közönség dönti majd el, hogy mire van igény. A fényerőszabályzós design plafonvilágítás már készen van. Az asztalokhoz a falba szerelt hangszórók is nyitásra készen, a berendezést pedig még várják. Nagyon sok hátráltató tényező van, nyilván ez a vírushelyzet sem segít ahhoz hozzá, hogy ami eddig mondjuk 3 hét volt, az most 5 vagy 10. Úgyhogy sajnos nagyon sok ilyen beütköztünk a felújítás alatt. Hamarabbra is volt tervezve, de mindennek megvan a maga ideje. Most november vége és december eleje van megcélozva, és ez nagyon remélem, hogy tartható is. A fiatalos csapat egymást támogatva, akár késő estig dolgozik a felújításon, melynek részletei egyelőre nem ismertek, de annyit megtudtunk, hogy az új enteriőrben régi időket visszaidéző levéltári képek is megjelennek majd. Nagyon sok fejtörést okozott, hogy barátságos legyen, ne legyen rideg, ne az legyen, hogy egy nagy hodály. 2021 van, tehát nyilván élni kell ennek a kornak a adottságaival, lehetőségeivel, amiket ad. Nagyon nagy feladat, nagyon nagy munka, hogy megmaradjon a régi szelleme, a hangulata, de mégis egy új köntöst kapjon. Úgyhogy ez igazán nagy kihívás volt. A reformáció az 1500-as évek egyházi megújulási mozgalma, amely visszavezette kereszténységet az eredeti alapokhoz. Szimbolikus eseménye 1517. október 31-e, amikor Luther Márton közzétette az egyház megújulását szorgalmazó 95 tételét. Világszerte ünneplik ezt a napot. Szolnokon 4 vallási felekezet tartott közös istentiszteletet. 4 éve már annak, hogy a szolnoki keresztény közösségek együtt emlékeztek meg az egyház reformációjának 500. évfordulójáról. Azóta ez az esemény hagyományán nőtte ki magát, így október 31-én ismét közös istentiszteletre gyűltek össze a hívők a városi evangélikus templomban. Ebben az esztendőben pedig különösen kiemelték az 1521-es Wormsi birodalmi gyűlést. Ez azért vált nevezetessé ez az alkalom, mert a vallás és lelkiismereti szabadság precedens értékű eseményének szokták tekinteni, ugyanis amikor Luthert arra próbálták rávenni, hogy vonja vissza mindazt, amit tanít, akkor ő azt mondta, hogy az ő lelkiismerete az Isten igéjének a fogja,
és a lelkiismeret ellen nem tanácsos, nem szabad dönteni, és éppen ezért nem vonok vissza semmit. Nagyon fontos, hogy nem egyszerűen csak a saját lelkiismeretére, hanem az Isten igéje alárendelt, az Istennek engedelmes lelkiismeretére hivatkozott, és hát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt ma is elmondjuk. Az egyház állandó megújulásra szorul, tette hozzá a lelkész. A korok változásával ugyanis újra és újra érthetővé kell tenni Isten igéjét. Ennek a modernkori megújulásnak lehet a szimbóluma, a különböző felekezetek közös imádsága. Ám nem csak a vasárnapi Isten tisztelet ad helyet a felekezetek híveinek a közös gondolatcserére. Szolnokon különösen jó kapcsolatot ápolnak egymással a különböző hitközösségek. Itt Szolnokon a különböző keresztény közösségek nagyon jó összhangban dolgoznak együtt a város érdekében, úgyhogy itt nem csak formaság egy-egy reprezentatív ünnepi alkalom, amikor összejövünk, hanem a hétköznapokban is nagyon sok mindent teszünk együtt. Rendszeresen találkoznak a gyülekezetek vezetői, lelkészei, papjai, hónapról hónapra összegyűlünk, és ilyenkor egyrészt együtt imádkozunk és tanulmányozunk Isten igéjét, egymás segítségére is vagyunk, és persze megbeszéljük az ügyes-bajos dolgainkat. Bár az Isten tisztelet a közösségek tagjainak volt meghirdetve, az esemény nyitott volt mindenki számára. A klímaváltozás megállításáért küzdenek a Versegi Ferenc gimnázium tanulói. A fiatalok 5 másik ország diákjaival fogtak össze az égető probléma ellen. Az Erasmus Plus projektben résztvevő diákok az indulás óta most először találkozhattak személyesen. Az 5 napos programnak Franciaország adott otthont. Ma már hazai terepen, az iskola könyvtárában meséltek élményeikről a diákok. A fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében meghirdetett Erasmus Plus projekt 2020. szeptemberében indult. A fiatalok azóta gőzerővel dolgoznak azon, hogy a lehető legkisebb, illetve zöldebb lábnyomot okozzák környezetünkben. Elég nagy szerepet vállaltam benne, mert a tavalyi év karanténa alatt az iskola csinált ilyen zöldségfényes fűszeres kertet, és én ott nagyon sokat segítettem a növények elültetésébe és öntözésébe, úgyhogy ennek nagyon örültem, most pedig Franciaországban csináltunk ilyen seed bomb nevű dolgokat. A pandémia miatt a projektben résztvevő nemzetek diákjai eddig csak online tudták saját gyakorlataikat megosztani egymással. Azonban a fiatalok október végén személyesen is megismerhették egymást. A tanulók francia családoknál laktak, ahol bepillantást nyertek a kultúrába, illetve az ottani középiskolások életébe. Nagyon izgalmas volt az mindenképpen. Először nagyon szokatlan volt, hogy teljesen szokatlan nyelven beszélnek. Tehát még nem csak olyat, amit tanultunk, hanem olyan teljesen idegen nyelvet a magyarhoz. Teljesen máshogy formázzák a szavakat, máshogy artikulálnak. És amikor nem angolul beszéltünk éppen, hanem ők beszéltek franciául, akkor érdekes volt úgy hallgatni a beszélgetést, hogy igazából semmit nem értettünk, de nagyon izgalmas volt, és nagyon pozitív élményeket tapasztaltam. A Lyon melletti kisvárosba a versegi diákjai mellett Ciprusról, Litvániából, Törökországból és Portugáliából érkeztek a programban résztvevők. A fiatalok workshopok mellett a francia alpokba, illetve egy biofarmra is ellátogattak. A mentalitása egy ilyen farmnak teljesen más. Egyrészt itt ugye egy kicsikét próbálják a társadalomban ugye ezt a munkanélküliséget is csökkenteni, ugyanis speciális igényű embereket is foglalkoztatnak, meg olyan embereket, akik nem találják meg esetleg a helyüket a munkaterén, és nagyon sok olyan okos megoldásra jönnek rá idővel, amit tudnak hasznosítani. Például, amit elmondtak, hogy próbálnak egyre kevesebb területen nehéz, nagy tömegű gépekkel, mint például traktorokkal menni. Az elmúlt időszak nehézségeit könnyebb volt úgy megélni, hogy a résztvevők rendszeresen kommunikáltak egymással. Nagyon sok mindent csináltunk, ha így visszatekintünk erre az egy évre. Képeslapokat küldtünk egymásnak karácsonyra jó kívánságokkal, egy jobb jövő reményében, nem csak környezeti szempontból, hanem ugye a járványhelyzet miatt is ránk fért, és mindenkire ráfért egy picit az, hogy úgy érezzük, hogy a világ másik részén is gondolnak ránk, és együtt éreznek velünk. A következő találkozónak jövőre Portugália ad otthont. Tisztelgés a konyha művészet előtt. Magyarországon egyedüliként Szolnokon emlékeztek meg a modern francia konyha atya Auguste Escoffier munkásságára.
A legendás szakács örökségét tápoló világszervezet ajánlása nyomán 5 kontinensen egy időben azonos menüsorral kínálták a vendégeket. Nagy a készülődés a Garden Hotel konyhájában. A napi rutinnak számító menüsortól eltérő valódi ínyenc fogások előállítása a hozzáértők számára is komoly kihívás. Amíg a konyha precíz munkái, addig a terített asztaloknál a feszült várakozásé volt a főszerep, amit mi mással, mint francia sanzonokkal lehetett csillapítani a legstílusosabban. Jász-Nagykun Szolnok megye francia kapcsolatai a két nemzet konyháját össze ugyan nem fésülik, a péntekihez hasonló gasztronómiai kitekintéshez azonban fontos adalékkal szolgálnak. Hubai Imre közgyűlési elnök szerint, ahogy minden másban, úgy az ételek megalkotásában is fontos az alázat. Hány gyermeket terelt a gasztronómia irányába, és egy olyan szintre, amely azt gondolom nem csak a főzés, nem csak az ételkészítés, hanem az a tisztelet, amivel az alapanyagokat és a vendégeinket követjük, és a vendégeink számára igyekszünk maradandót és felejthetetlen élményt nyújtani. Aki már főzött másnak, és nem csak háziasszonyokra gondolok, hanem háziurakra, vagy akár szakácsokra, mesterszakácsokra tudja, hogy milyen nehéz egy menüsort ilyen minőségben tálalni. Auguste Escoffier születésének 175. évfordulóján 5 kontinens több mint 30 országában főzték le egyszerre az ünnepi menüt. Bár információnk nincs róla, vélhetően nem sok helyen szerveztek a szolnokihoz hasonló kísérő műsort, pláne olyat, melyen a helyi alapító énekelt volna. Nos, Szolnokon ez sem volt akadály, Bali István ugyanis nem csak köszöntötte a vendégeket, hanem szórakoztatta is. Jótékonysági családi napot szervezett vasárnap az ország egyik legjobb hamburgerezője. A Beer & Burgers csapata családokat limonádéval és harapnivalóval, zenés, táncos, színpadi programokkal várta. A napi fogyasztás bevételét és az adományokat jótékony célra rászoruló családoknak ajánlották fel. Magyarország 15 legjobb hamburgerezője között jegyzik a szolnoki Beer & Burgers éttermet, ahol szombaton immár második alkalommal szerveztek jótékonysági családi napot. Arcfestés, csillámtetkó, ügyességi játékok, játszóház, limonádé, vattacukor és finomabbnál finomabb ételek várták az érdeklődőket. A második adománygyűjtő barbecue és hamburger sütő Ramazuri teljes bevételét ezúttal is jótékonysági célra ajánlották föl. Ami nagyon pozitív és lélekmelengető, ami nagyon meg is könnyeztet, hogy előbb mentem körbe. Mi, hogy mindenhol ingyen tudjátok kóstolni az ételeket, és mindenhol ki vannak rakva a Vöröskereszt által kihelyezett gyűjtőpersek. És folyamatosan majdnem teli vannak. Hogy ez annyira szívet melengető, hogy mindenki adományozik. Adományokat úgy, hogy fogadtunk tartós élelmiszertől kezdve ruhákat, és már másodjára fordul a Vöröskereszt, hogy szállítja el ezeket a felajánlásokat. És folyamatosan jönnek a felajánlások, folyamatosan telnek meg ezek a gyűjtőpersek. És a szakácsok folyamatosan már azt hallom, hogy még kell hús, mert folyamatosan viszik és adományoznak az emberek, és annyira jól esik, és a visszajelzések is az emberektől. Az összegyűlt pénzt csak úgy, mint egy évvel korábban, ezúttal is a Magyar Vöröskereszt juttatja el a rászoruló családoknak. A pénzen kívül ruhákat, játékokat, könyveket, valamint tartós élelmiszert is fogadtak. Nagyon jó hangulatban telik a mai nap. Számunkra örömteli, hogy mi vagyunk ismételten a kedvezményezettjei annak az akciónak, amit a vállalkozó tavaly hagyományteremtő szándékkal elindított, és a tavalyi gyűjtőakciónak a sikerén felbuzdulva ebben az évben most már egy kicsit nagyobb szabásúvá vált ez a program. Ez számunkra annyiból kedvező, hogy
arra számítunk, hogy még több adomány, még több segítő szándék megjelenik. A Magyar Vöröskereszt jóvoltából az újraélesztést is megtanulhatták a gyerekek. Az Ambu babának szinte mindig volt társasága. Kipróbáltuk az újraélesztő eszközt, és nagyon jó volt, és mondták, hogyha valamilyen eset van, akkor ő vagy hívjuk a mentőket, vagy használjuk ezt a módszert. Az eseményen kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. A rendezvény eleje itt vagyok, és hát eddig csak lufikat fújtunk, meg csillamtetoválást csinálunk. Most vártam a unokaöcsémet, hogy már vele fogunk majd most körbenézni. Egy ilyen jó fél órája érkeztünk, még nem olyan régen, éppen most hozzuk be az adományt, és hogy nagyon fontosnak tartjuk ezt a dolgot, nagyon szeretünk adományozni. Az első jótékonysági ramazurin 300 ezer forint gyűlt össze, a pénzből akkor 100 rászoruló családnak segítettek. Lassan már fél évszázada annak, hogy az asztali tenisz szolnoki rajongói egy klubot alapítva úgy döntöttek, mindent megtesznek ennek a sportágnak, valamint a mozgás örömének népszerűsítéséért. A Tiszaparti baráti kör tagjai azóta is rendszeresen hódolnak szenvedélyüknek. Ez évi versenyüket múlt hét szombaton rendezték meg, ahol 16 versenyző szállt harcba a győzelemért. Azt hiszem, hogy mindenki győzni fog a mai nap folyamán, ennek a versenynek csak győztese lesz a sport, a mozgás. A barátságok elmélyítése, a szórakozás és persze a mozgás szeretete. Ezekkel a motivációkkal invitált a versenyre szombaton a Tiszaparti Baráti Kör a klub tagjait. Az asztali tenisz szolnoki rajongói már 45 éve hódolnak ennek a sportágnak. 1976. októberében egy vezetői képző volt a Tiszaligetben, és a szünetben néhányan ütőt ragadtunk, ott volt egy asztal, és a tanfolyam alatt többen úgy döntöttünk, hogy folytatjuk ezt valamikor, és abból a magból nőtt ki a ma 45 éves Tiszaparti baráti kör. A közel fél évszázados jubileum alkalmából megrendezett eseményen 16 játékos vett részt. A versenyzők 2-4-es csoportban, páros csapatban álltak az asztalhoz, és fiatalokat meghazudtoló fonákokkal szerezték egymás ellen a pontokat. De nem csak a klub tagjai szálltak harcba. A régóta fennálló barátság jegyében más szolnoki csapatok is ütőt ragadtak a hétvégi meccsen. A város közéletének ikonikus alakjaival, nagy pingpongosokkal kerültünk kapcsolatba. Jó ez a közösség, és segítik egymást. És a barátság pillanataiban is nagyon-nagyon normális és emberi itt a viszony, szóval ezért szeretem. Sokan állítják, hogy a rendszeres aktív testmozgás az egészség egyik alappillére. Ezt vallják a baráti kör tagjai is. Vannak, akik több sportágat is kipróbáltak már életük során. Én kézilabdáztam, és amikor befejeztem a kézilabdát, akkor hívtak a kölyálhoz játszani, és azóta játszom, és a Tiszapartival ilyen közösen játszottunk a későbbiek során. A verseny alatt nem feledkeztek meg azokról sem, akik már nem lehetnek közöttük. Az ehhez hasonló eseményeken rájuk is emlékeznek. A Zrínyi úti centrum fala mentén sorakozó relikviák a mai napig ápolják a majd 50 éves klub emlékeit. Kedves nézőink, a Szolnok Televízió heti hírösszefoglalóját, a Szummát látták. Hírek Plusz című műsorunkkal hétfőn várjuk Önöket reggel 6 órától, friss hírekkel pedig szintén hétfőn 19 órától. Számítunk figyelmükre, további kellemes, hasznos tévézést, viszontlátásra!